December 6. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a szerencsétlen, és a beteg, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. És ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. És szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Népének büszkesége és langy melegsége sérti Istent. A dicsekvő önelégültség és önigazoltság álcázza a lélek nyomorúságát és mezítelenségét, de Isten tekintete előtt minden mezítelenül és nyilvánvalóan feltárul. Miben áll azok nyomorúságos és mezítelen volta, akik magukat gazdagnak és javakban bővelkedőknek tartják? Éppen Krisztus életszentségének hiánya. Az írás úgy mutatja be őket saját igazságukban, mint akik szennyes rongyokban járnak. Mégis ebben az állapotukban azzal áltatják magukat, hogy felöltözték Krisztus igazságos szentségét. Hát létezik-e ennél nagyobb öncsalás?